A Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ a Fejér megyei Népzenei Egyesülettel közösen rendezte meg a Pesovár Ferenc gyermek és ifjúsági népdaléneklési és népzenei verseny döntőjét. A több évtizedes múltra visszatekintő program a Fejér megyei településeken énekes vagy hangszeres népzenével foglalkozó gyermekeknek, fiataloknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. Ennek az eseménynek 1960-ig nyúlnak vissza az emlékei, és hát ezt igazából a 90-es évek végén karoltuk fel újra, akkor még a Megyei Művődési Központnál, most pedig a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ ad otthont az eseménynek, és nagyon reméljük, hogy ez a jövőben is így marad, és jövőre is minden év, és a következő években is meg tudjuk szervezni. A három fős zsűri Juhász Katalin néprajzos népdalénekes, Kubinyi Júlia népdalénekes és Krajcsó Bence népzenetanár szempontrendszerében szerepel többek között a megjelenés, a dalcsokrok összeállítása, az, hogy mennyire illik az előadó korához, és természetesen kiemelten figyelték az ének és hangszeres technikát is. Igazából a cél az szerintem az egész népzenében és a népi kultúrában, hogy ezt bár megtanuljuk, de mégis a sajátunként tudjuk előadni, és hogy élményt nyújtsunk. Azt látom nagyon sok produkciónál és nagyon sok gyereknél, hogy ez számára is élmény, és az nekünk is nagyon sokat tud adni. Tehát ennek a népzenei kultúrának az alapos megismerése szerintem az a célja ennek a versenynek, és szerencsére itt Fejér megyében nagyon sok jó műhely működik. A fiatalok Pesovár Ferenc életművéhez méltóan igényesen válogatott dalcsokrokkal álltak színpadra, a muzsikának köszönhetően a hazai tájak zenei hagyománya mellett a határon túli népzenei örökség kincseit is elhozták a versenyre a fellépők.